Mikor jutott az eszébe az, hogy a Made in Hungária után az aranycsapatból is musicalt kellene csinálni? Hát a Made in Hungária után, amikor már javába ment Pesten a József Attila Színházban, akkor egy ilyen igazgatói, vagy az igazgatói irodából származó és onnan kipattant ötlet alapján elkezdtünk ezen gondolkozni. Nekünk a futball milyen sokat számított valamikor, hogy milyen nagy dolog volt ez, és hogy az embereknek jóformán az egyetlen öröme volt azokban az időkben, és ráadásul olyan csapatunk volt, amely tudta is produkálni azt, hogy az emberek örömmel mehessenek dolgozni. Hát egy ilyen világot éltünk. És hogy ezt valahogy elvették tőlünk az évtizedek során, és mára, ami lett a futballból, hát az számunkra élvezhetetlen sajnos, mint a magyar futballból. Szóval ezen elindulva aztán adódott az ötletek halmaza, és végül kialakult egy váz, egy szerkezet, ami köré meg kellett írni a darabot. Egy ilyen nagyon élvezetes musicalen mennyire élvezetes dolgozni? Sokkal élvezetesebb, mint azt gondolnák esetleg a nézők. Ugyanis a feladat egyrészt számomra nagyon-nagyon szívhez szóló, vagy szívből jövő. Én ugyanis futballőrült vagyok, úgyhogy ha valaki, akkor én ki tudom írni magamból az érzéseimet. Sok új dalt írtam egyébként ehhez a darabhoz, bár egy-két régebbi is szerepel benne ismert, de amit kifejezetten darabhoz írtam, azok voltak a legszebb pillanatok, amikor azokat megszültem, mert én magam is nagyon-nagyon örültem neki, és tetszett nekem, ami megszületett. Azért külön öröm, hogy aztán persze tetszett az írónak, a dramaturgnak, és így tovább. Úgyhogy ezek a dalok most itt ebben a darabban élnek igazán. Egyébként én magam is felvettem egy saját lemezemre, mert annyira szeretem, de itt a dramaturgiai közegben még inkább kiemelkednek, és érződik, hogy mennyire együtt lélegzenek az egész darab dramaturgiájában. Hogyha jól tudom, akkor a budapesti, valamelyik budapesti előadásban ön is játszott. Igen, az Aranycsapat ősbemutatójában a József Attila Színházban Budapesten, hát ott benne voltam, és hát végigjátszottam azt a szériát, abban magam is színpadra léptem. Ez egy külön, hát egyrészt megtiszteltetés, másrészt egy külön öröm, a játék öröme, ami még akkor áthatott engem. És mit alakított akkor a darabban, illetve kit? Igen, hát akkor jóformán azt mondhatnám, hogy a Szepesit. De hát a figura neve speaker, vagyis a közvetítő, a beszélő, aki ez a sok örömet és ezt az egy nagy óriási csalódást, ami a legnagyobb csalódás, leközvetíti a színpadon. És itt most az első felvonáson túl vagyunk már Nyíregyházán. Mit szól az itteni előadáshoz? Hát nagyon, a felfogás hasonló, mint a József Attila beli felfogás, de azért vannak benne olyan ötletek és olyan helyzetek, mondatok, stb., amelyeket nyilván már a kreatív része, a rendezés, a színészekkel való együttműködés szült meg. Nagyon tetszik, én nagyon örülök neki. Örülnék, egy kicsit hangosabban szólna a zenem, ez rock'n'roll, és a rock'n'rollnak hangosan kell szólni. Tehát ez egy hangosítási probléma, gondolom, hogy a mikroporttal nehéz áténekelni a nagyon erős, dögös, ritmusos alapokat. Úgyhogy ez az egy kis problémám van, hogy jobban érezném magam, hogyha akkor, amikor a dalok megszólalnak, akkor kapnék egy nyomást, már egy ilyen hangnyomás, de különben nagyon-nagyon meg vagyok vele elégedve, és tetszik, és örülök neki. És ahogy ott ül a nézőtére, nem gondolta arra, hogy esetleg de jó lenne fölmenni énekelni egy kicsit? Hát őszintén szóval én olyan sokat vagyok színpadon, és olyan sokat énekelek, és olyan sok lehetőség adódik az életemben, hogy kiéljem ezt a hajlamomat, vagy ezt a késztetésemet, hogy ilyenkor szeretek néző lenni. És ritkán ugyan, de megadatik, hogy a saját darabomat kívülről nézhetem, és nekem most ebben a pillanatban ez nagyobb örömet okoz, mint ha magam is bent lennék a színpadon, és valamit úgy csinál. Egyébként, ha az előadásban belennék rendezve, és ott hát lenne feladatom, akkor ez egy más dolog, az természetesen szívesen és boldogan. De így inkább nézném, és jobban is esik ezt most abszolút kívülről látni. Nagyszerű film született a Made in Hungáriából a színházi előadások után. Gondolkoznak azon esetleg, hogy az Aranycsapatból is film születik majd? Hát nézze, gondolkozhatom én, de ahhoz, hogy egy film megszülessen, ahhoz egy filmproduceri akaratra van szükség.
Az akarat az persze megszüli aztán a szándékot, de én boldog lennék, ha az aranycsapatból készülne egy film. Meggyőződésem egyébként, hogy legalább annyira filmvászonra való. Ez a történet nagyon húsvér, nagyon-nagyon mély lelki állapotokat és egészen magasan szárnyaló lelki állapotokat ábrázol, ahogy az ember életében ez általában van. És az egész dolog pedig a szerelem, a barátság, a csalódás, a futballba vetett hit, mint pótcselekvés. Szóval ez az egész dolog, ez nagyon-nagyon komoly, és nagyon szívreható, és érdemes lenne persze belecsinálni. Bár valakinek ez eszébe jutna, én boldogan csatlakoznék ehhez a dologhoz. Esetleg új musicalnek az ötlete jár most a fejében? Folyton jár a fejemben mindenféle. Bármikor egy színház felkérne arra, hogy valami új darabot szeretne bemutatni, amelyben támaszkodna az én munkásságomra, akkor én nagyon-nagyon örömmel részt vennék. Egyébként pedig van nagyon sok ötletem, de hát azt réges-rég tudjuk, hogy színháznak egy ötlet kevés, oda minimum egy jó szinopszis kell, hogy azt nem mondjam, egy jó szövegkönyv, úgyhogy minden a felkéréstől függ, de ötlet van bőven. És amíg Budapestről ideért Nyíregyházáig kocsival, milyen zenét hallgatott? Az igazság, hogy öten jöttünk egy jó nagy autóban, és egyfolytában csak beszélgettünk, úgyhogy semmiféle zenét nem hallgattunk, speciál most Budapest-Nyíregyháza viszonylatban. Egyébként én nem tagadom meg magam akkor sem, amikor zenehallgató vagyok, olyan zenét szeretem, amiben van izgalom, amiben van, aminek van mondani valója, ami valamilyen élményhez köt, vagy valamilyen érzelemhez köt, tehát ez általában a rock and roll, a country, a blues, hát szóval olyan dolgok, amik világéletemben a szívemhez a legközelebb álltak.